Na, hogy vagy, Franci? Még mindig nehéz így felfognom, hogy így mennyire sok szeretetet kapok tőletek, meg törődést. Van érdekes, mert így a családomon kívül megvan persze egy-kettő nagyon-nagyon közeli barátom, aki olyan, mint a családtagom lenne, de rajtuk kívül azért a legtöbb ember a külsőm alapján ítél meg, tudod, és azért hát elég sokszor bántanak emiatt. Ezt igazából így elfogadtam, mert most nem szégyellek semmit azon, hogy nekem múltban voltak azért némi komplexusok, ami miatt most lett ez a kinézetem, de olyan furcsa nekem, hogy ti tényleg emberileg fogadtok el, és azt értékelitek, ami igazából belül vagyok. Tényleg olyan, mintha otthon lennék a családom között. Hát szerintem egyébként ez a minimum, amit most neked adhatunk, amellett, amit te adtál nekünk itt az alatt a 2 hónap alatt. Nagyon sokat jelentett nekem a tegnapi nap is, hogy tényleg lerohangáltatok. Mindegyikőnek adott egy nagyon lehetős. Hát ilyen érzékeny sem voltam amúgy szerintem utoljára, amikor megszülettem, akkor sírtam ennyit. Nem szoktam ilyenekről beszélni, csak tök érdekes. Hát, mint ahogy mondod, hogy otthon esetleg húzol egy állarcot, itt azért nem lehet. És milyen jó is, hogy nem lehet. Egyébként erre az állarca visszatérve, igen, és nagyon sokatok is mondta, hogy először, hogy féltetek tőlem, azt mondtátok. Ja, ez lehet, hogy amiatt húztam föl, mondom, a sorozatos ilyen elítélések, bántalmak során egy ilyen nagyon erős üzenet, hogy inkább ne is közelítsenek, szerintem. De én biztos vagyok benne, hogy most ez így itt bent így van, és a kinti életben is ez most másképp lesz, ahogy hazamész. Ezt nem tudom. Mondjuk nem vagyok benne biztos, mert azért furcsák az emberek, az tény. Igen, de nekem például az a jó, hogy én már nem akarok mindenkinek megfelelni. Nem is kell. Úgy vagyok vele, hogy az a kevés ember, akit közel engedek magamhoz, úgy is tudja, milyen vagyok, és igazából számukra értékes vagyok, de az, hogy én mindenkinek bizonyítsak abba szemben le tud roppanni az ember. Úgyhogy én ezeket a dolgokat már elengedtem, de most megint lett 8 új emberke, akit nagyon-nagyon szeretek, és közel engedtem magamhoz. Nagyon örülök annak, hogy Franci elmondta nekem, hogy mennyire hálás azért, hogy mi itt vagyunk neki, és támogatjuk, és szeretjük. Szerintem ő így tökéletes, ahogy van, és nagyon bízom abban, hogyha innen kimegyünk, akkor ő ugyanilyen fog maradni, és azok az emberek, akik külső alapján ítélkeznek esetleg, azok pedig már messziről lepattannak róla. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.